Sziasztok, Nódni Soma vagyok, gyertek velem, nézzétek meg, hogy milyen egy napom. Mindig, mikor felkelek, akkor elkészülök, és amikor bejövök a kocsiba, akkor kiállok a garázsból, hogy sajnos nincs térerő, de miután kijöttem a garázsból, akkor felhívom apukámékat, anyukámékat, hogy mi újság velük, és akkor a pályára menet szoktam velük beszélgetni, hogy mit terveznek mára, hogy ki hogy van, mi hogy van, mi várható az aznapra. Általában itt telik a reggel. Ha pedig korán lezárjuk a beszélgetést, akkor Balázsékat hallgatok. A Stars & Friends menedzser irodával dolgozom együtt 16 éves korom óta, ami most már lassan 14 év lesz, kimondani is sok, de sokszor viccelődünk a Józsival, Vörösbenyi Józseffel, hogy szinte már a második apukám, hiszen annyi minden dolgot éltünk meg együtt. Én azt gondolom, minden játékosnak nagyon fontos az életében, hogy legyen egy ilyen menedzser, egy ügynökség, akihez tud fordulni, hiszen nyilván a család segít mindenbe, de a profi dolgokban mire figyeljen oda, hogy kommunikáljon. Már olyan kapcsolatot építettem ki a Józsival és az Armanddal, hogy én már szinte tényleg bármilyen kérdéssel bátran fordulok hozzájuk, legyen ez magánéleti vagy sportoldali. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenkinek nagyon fontos, hogy legyen egy ilyen kapcsolat a karrierjében. Te nem lehet benne akkor senki. Na, sziasztok, meg volt a délelőtti edzés, úgyhogy most megyünk haza, mert ha minden igaz, akkor a kedves feleségem finom ebéddel vár minket. Szerencsére a csapattársaimmal mindenkivel nagyon jó a kapcsolatom. Pályán kívül is, meg a pályán belül is jó kapcsolatot ápolok velük. Ugye most nagyon rászoktunk a dartsra, úgyhogy főleg edzések előtt, ami nem kezdődik el a mobilizáció, maga engedezés, akkor van egy darts liga. Ott játszunk egymás között. Ezen kívül nyilván, hogyha bajnok ligája fordulók vannak, akkor össze szoktunk ülni valakinél, vagy egy meccsnézős helyen mérkőzés nézni, de hétvégente is szoktunk programozni együtt, valamint csütörtökönként van egy páros darts torna az egyik ilyen darts helyen itt Budapesten, és oda szoktunk menni többen is, aztán így ott is együtt szoktunk lenni, kicsit együtt tölteni a szabadidőnket. Nagyon nehéz tanácsot adni annak, aki profi sportoló akar lenni, hiszen nem egy egyszerű út. Én azt gondolom, hogy nyilván sokan csak azt látják, amikor már valakinek beindul egy karrierje, és akkor már egyszerűbb a dolog, de addig eljutni nagyon sok lemondásról szól szerintem ez az egész.
ami nyilván az ember szívesen megteszi, hogyha a végén van eredménye. De én a fiataloknak a legnagyobb tanácsot azt adnám, hogy saját magukba bízzanak, és senkinek ne engedjék, hogy elvegyék az álmaikat, hanem hogyha valami célt kitűznek, akkor azt valósítsák meg, és bárki akarja azt elvenni tőlük, vagy eltéríteni attól a dologtól, ne higgyen nekik, csak saját magának, és addig menjen, amíg nem sikerül neki ezt elérni. Mint ha csinálnék házi munkát. Az igen. De belemondja a mikrofonba, hogy ilyet csak akkor kapok, amikor jönnek hozzánk forgatni? Nem mondja. Mindig ilyen jó dolgok. Jogos. Jó, mi? Kialakult ez, hogy apukámmal, anyukámmal, hogy mindig mondták, hogy legyek oroszlán a pályán, hogy úgy harcoljak, és azért nagyon megszerettem az oroszlánokat. Ez az év egyik legszebb természeti fotója lett, és szülinapomra kaptam apukáméktól egy festőismerős megkértek, és akkor megfestette nekem ezt a képet. Ez igazából 2-3 hónapja van kint, de én imádom, szerintem nagyon jól sikerült. Ugye már nagyon régóta nézem a dartsot. Most az elmúlt évben már rendszeresen játszom, aztán már járunk el amatőr tornákra is, egyesre is, meg párosra is. Pároson már háromszor egymástán a legjobb 8-ba jutottunk az Imonyi Dáviddal, úgyhogy nagyon szeretem, Rella mindig mondja, hogy majd futball után tud jönni nekem szurkolni a darts tornákon. Eddig egyszer elkísért, 10 percnél tovább nem maradt, mert annyira nem élvezte, de sokáig én sem maradtam, mert akkor jók voltak az ellenfelek, is kiestem. De nagyon szeretem, amúgy tényleg mondhatom, hogy már egy ilyen minden nap dobálok szerintem egy ilyen 20-30 percet, ugye a pályán is játszunk, úgyhogy azt gondolom, hogy amúgy koncentrációban, meg mentális dolgokban amúgy nagyon sokat segít, meg fejlesztő is lehet akár. Készen áll a játékra. Megyünk sétálni? Nyaranta Rella kedvenc programjai közé tartozik. Van álmádióban egy nyaralója a szüleimnek, és oda szoktunk lemenni. És van tagball, pingpongasztal, kosárlabda, focipálya, mi szokott még lenni? Darts is van. Van egy norvég fajáték, a kubb az a neve. És akkor minden nyáron egyszer lejönnek egy 10-12-en a baráti társaságból. Ez általában a Veszprémi baráti társaságon, meg esetleg csapattársak. És akkor az úgy neveztük el, hogy a nyári olimpia, akkor kisorsoljuk a párokat. Mindig az a fő attrakció, fele vannak írva a nevek, kihúzzuk, mindenkinek megvan a párja. Mindenki játszik mindenkivel, szoktunk csináltatni kupát a tornára, és akkor azt mindig valaki elviszi, és akkor ez egy ilyen vándorkupa, mindig vissza kell hozni, és akkor a következő évben más viheti haza. Ez az egyik kedvenc nyári programom, aminek a Rella nagyon örül, mert ilyenkor ők lányok igazából egész nap napoznak, főznek ránk, mert ugye megéhezünk a játékba, hogy ez egyik kedvenc programjára, de ugye? Igen. Hát gyere be. Hát ez egy ilyen kapu. Hát mi? Amúgy nem jönné be? Szia, Doncus! Most pedig indulunk a mérkőzésre, hiszen drága barátom hozott nekünk 5 darab mérkőzésjegyet a Vasas FC Etőre, úgyhogy tartsatok velem oda is. Sziasztok! Na, akkor megindulhatunk a mérkőzésre. Hajrá, Vasas! Ez melyik parfümöd? Ami rajtam van? Aha, nem, hát amelyik nincs rajtad, azt érzem. Ezt, amit tőled kaptam. Mikor korábban mentem? Kétszer volt ilyen fogadásom. Kétszer volt ilyen fogadásom, hogy a külföldre igazolni Újpestről, akkor kaptam egy parfümöt. Az elsőnél, igen, a másik igen. Nem tudtam róla, az meglepő. Igen, a másik meglepő volt, szóval fogadtunk. Az elsőt sem tudtam, mert amikor elment, akkor a portára jött egy csomag, Novotny Soma néven, és ugye mivel én voltam vele szoros kapcsolatban, ezért én vettem át, és mondta, hogy vedd át, és legyen nálad. És akkor mikor felvittem, akkor felhívott, hogy jó, akkor bonts ki. És mondom, de miért nem mondom, az a tiéd? És akkor mondta, hogy nem, az a tiéd, csak bonts ki. És akkor benne volt egy parfüm. Arról nem tudtam, a másodikról se tudtam egyébként, mert azt mondja, Balatonon adtad oda a kocsiba, emlékszel? Én, a lényeg az, hogy Danika volt a szertárosunk Újpesten, és nekem nagyon sokat segített, mindig hozta a szerelést, olyat is, amit nem kellett volna,
hogyha amikor én lusta voltam, esetleg 90%-ában, akkor megtakította nekem a cipőt, meg minden, és mindig mondtam neki, hogy akkor mivel tudom meghalni, de nem fordott el soha semmit, és akkor ebbe fogadtunk, hogy akkor meg kell ígérni, hogyha eligazolok külföldre Újpestről, akkor elfogad valami ajándékot, és akkor így alakult ki ez a parfüm sztori. Megvettem neki két házat, meg három autót. Csak azok már nincs elég. Nem láttam azokat. Jézusom. Mi egy ecet, Manus? Egy ecet. Nézd, és így közösen rakjuk fel. Hát kössétek össze magatokat, azt kéne. Elég vagyunk itt az évvel, mert hallottam, a saját magát. Nagyon távoli jövőre nem szeretek gondolni, hiszen ha a futballban amit megtanított, akkor az, hogy az adott szezonra, vagy inkább sőt az adott mérkőzésre kell koncentrálni, hiszen bármikor bármi történhet. Így jelen pillanatban a legtávolabbi célom az, hogy feljussunk a Vasassal, visszajussunk az NB1-be, hiszen a klub és a játékosok is azt gondolom, hogy megérdemlik, és odavalóak vagyunk. Bízom benne, hogy ez sikerülni fog, és ehhez nyilván minél több jó játékkal és góllal, gólpasszokkal szeretnék hozzájárulni. Most már csak a vacsora van hátra, úgyhogy betekintést nyerhetetek egy napomba. Nem mondom, hogy minden napom ilyen, hiszen nyilván nincs minden nap a kézilabda mérkőzés, de körülbelül láthattátok, hogy élem a mindennapjaimat. Remélem, hogy tetszett, és máskor is velem tartozok.